Ezzel a két képpel bővült a pécsi Munkácsi kiállítás, amiket kedden mutattak be a sajtó képviselőinek. A tárlat kurátora szerint gyakori, hogy a magángyűjteményekből bemutatott kiállításoknál változik a festmények száma. Ez a két kép, amit most állítottunk ki, ezeket időközben vásárolta Pák Imre, tehát gazdagítja folyamatosan a gyűjteményét, és úgy gondoltuk valamennyien, hogy nagyon jót fog tenni a kiállításnak, hogyha ezzel kiegészítjük az anyagot. A két alkotás a fiatal Munkácsit idézi, Erdőrészlet és a Bogrács. Ezeket a címeket viselik az eltérő témájú képek. A kiállítás a Zsök sikerrendezvénye, mondta a bemutatón az örökségkezelő vezetője. Majd egy hónappal ezelőtt elértük azt a bevételt, amibe került, és innentől kezdve gyakorlatilag profitot hoz ez a kiállítás. Arra is nagyon büszkék vagyunk a Zsökben, hogy rekordot döntöttünk, és munkát csinálunk az első, és az elmúlt 10 évben gyakorlatilag rekordot döntött, és ez az a kiállítás, amelyet a legtöbben látták ebben a galériában. A kiállítást szervező Zsolnai örökségkezelő ezzel a tárlattal tiszteleg a 175 éve született festőóriás előtt. A Munkácsi képek még november 10-ig láthatók az M21-es galériában Pécsen.